Köszönöm szépen a szót. Múlt hét, hétfő délután 13:30-kor kaptunk egy SMS-t a Gazdasági Bizottság soron következő üléséről, ami másfél órával később délután 15:00-kor következett be. A téma a globális minimumadó irányelvének elutasítása volt. Egy héttel később meg ezt is sikerült alulmúlniuk, mert hogy 56 perccel a Gazdasági Bizottság következő ülése előtt küldtek értesítést nekünk arról, hogy módosítani szeretnék a saját indítványukat. A mai napon kivételes eljárásban tárgyalja a parlament a globális minimumadó kérdését, amelyet önök nyilván meg fognak szavazni. Mivel nincsen számunkra újdonság abban, hogy önök kiüresítik a parlament működését, nem is szeretnék sok szót arra fecsérelni, hogy mégis hogyan lehetséges az, hogy egy ilyen fajsúlyos kérdésben ilyen slendrián a bizottság és a parlament eljárásrendje. Csak a mihez tartás véget jelezném, hogy az újbudai önkormányzat bizottságaiban én ahhoz szoktam, hogy legalább 5 nappal hamarabb kapunk értesítést és részletes indoklást ennél sokkal kisebb horderejű kérdésekben is. Túl a folyamatokra vonatkozó észrevételeimen ez a határozati javaslat azért is váratlan a Fidesztől, mert alig fél évvel ezelőtt, 2021 őszén, amikor a világ 137 országa állapodott meg a globális minimumadó bevezetéséről, ezzel Magyarország is egyetértett, sőt, Varga Mihály és Szijjártó Péter miniszterek egymásra licitálva dicsérték a globális minimumadó legfrissebb tervezetét. Varga Mihály így fogalmazott. Nagyon komoly eredményt értünk el, nyugodtan mondhatom, hogy egy magyar siker valósult meg. Szijjártó Péter pedig ezt mondta, olyan kompromisszum jött létre a globális minimumadó ügyében, amely kezelhető a magyar gazdaság szempontjából, mindez pedig bizonyítja, hogy megéri küzdeni a nemzeti érdekekért. Hangsúlyozom, ez fél évvel ezelőtt hangzott el. A 80-as évek óta a világ országai lefelé tartó versenyben állnak egymással a társasági adó mértékében. A kormányok saját maguk és egymás alatt vágva a fát csökkentik újra és újra a vállalatokra kivetett adókulcsokat. Akkoriban 40-50% körül volt a társasági adó leggyakoribb mértéke, ma ugyanez 20-25% között mozog, Magyarországon még ennél is alacsonyabb 9%. Ezzel az adókulcssal a multinacionális vállalatok járnak jól, az állampolgárok pedig rosszul, hiszen így csökken a vállalatok által az államkasszába befizetett összeg, amelyből fejleszteni lehetne az iskolákat, a kórházakat, a munkahelyeket, be lehetne fektetni a jövőnkbe. Természetesen ideiglenesen eredményezhet ez az alacsony adókulcs több beruházást, de ha nem fektetünk be az oktatásba és a jövőnkbe, akkor ez a pillanatnyi előny nagyon gyorsan tartós hátrányba is fordulhat. Ezt a lefelé tartó versenyt erősítette föl a globalizáció és a digitalizáció, aminek köszönhetően egyre nehezebb nyomon követni, hogy a vállalatok hol, milyen gazdasági tevékenységet végeznek, mekkora árbevétel és profit mellett. Ráadásul egyre több nemzetközi multinacionális vállalat adózik adóparadicsomokban. Ennek a folyamatnak az eredménye, hogy évente globálisan akár 150 milliárd dollár potenciális adóbevétel is elveszik ebben a rosszul működő rendszerben. Ameddig a kormányok nem működnek együtt egymással annak érdekében, hogy megtörjék ezt a mindenki számára, még a vállalatok számára is ártalmas ördögi kört, addig nem lesz megoldás erre a helyzetre. A globális minimumadó, amit önök is támogattak pár hónappal ezelőtt, pontosan erre a problémára kínál megoldást. Egy olyan megoldást, amely egyrésztről biztosít egy minimumadó kulcsot minden országnak, amely alá egyetlen kormány sem ígérhet. Másrésztről azt is biztosítja ez a javaslat, hogy az adókulcs ne veszélyeztesse az országok versenyképességét, hiszen az adó egy padlóérték, amely fölött szabadon versenyezhetnek az országok, és amely kellően alacsony ahhoz, hogy ne tántorítson el senkit a befektetéseitől. Ezért a bizottsági és a plenáris üléssel kapcsolatos folyamatok feletti hüledezés helyett inkább csak kérdéseket szeretnék föltenni önöknek. Egyes kérdés. Ha azért kellett most hirtelen elkaszálni a 137 ország által elfogadott javaslatot, hogy zsarolják az Európai Uniót, hogy az kifizesse a helyreállítási alap pénzeit Magyarországnak, akkor az a kérdésem önökhöz.
hogy miért nem azzal érik el a helyreállítási alap pénzeinek kifizetését, hogy csatlakoznak az Európai Korrupció Ellenes Ügyészséghez, hogy átláthatóan használják föl az uniós pénzeket, vagy hogy együttműködnek az Európai Csalás Elleni Hivatallal abban, hogy hazahozzák az uniós, hogy megakadályozzák a visszaéléseket. Kettes kérdésem, ha valóban a válság és Magyarország versenyképességéért aggódnak, miért nem tették ugyanezt, amikor pár héttel ezelőtt büntető adót vetettek ki sokszor veszteséges vállalatokra, amelyről tudták, hogy a terhet azonnal tovább fogják hárítani a lakosságra, akik folyamatosan magasabb árakat fizetnek, és ez az intézkedés csak tovább fűti az inflációt. Vagy miért nem szerepel az extra profitadó alanyai között még véletlenül sem egyetlen Fidesz közeli oligarha, kaszinótulajdonos, építési vállalkozó, vagy mondjuk bányatulajdonos. A büntető adó melletti érvelésük szerint válságidőben elvárható nagyobb közteherviselés a cégektől. Mi történt, kérdezem én, két hét leforgása alatt, hogy hirtelen elkezdtek aggódni a 300 milliárd forint fölötti árbevételű vállalatokért, akik alanyai lennének a globális minimumadónak? És az utolsó kérdésem. Ahelyett, hogy a földbe állítják a társasági adó kulcsát, miért nem fektetnek a tudásba, a kutatásba, a fejlesztésbe? Mi nem az olcsó munkaerő és a multik irreálisan alacsony adójának köszönhetően szeretnénk versenyképesek lenni, ahogy a vállalatok sem kizárólag adókulcsok alapján hoznak üzleti döntéseket. A jó oktatási rendszer, benne megbecsült pedagógusokkal, a képzett munkaerő, a kiszámítható üzleti környezet, az együttműködés, az állam, a vállalatok és a munkavállalók között olyan értékek, amelyek kifizetődnek a gazdaságban. Ha ez nem így lenne, nem lennének befektetések tőlünk nyugatra vagy a régiónkban, ahol egytől egyig magasabb a társasági adó kulcsa, ahogy az Hollik képviselő társam is elmondta, viszont jobb a köz- és felsőoktatás, az egészségügy állapota, megbízhatóbb a kormány. A Momentum frakció ezért egyértelműen nem támogatja az önök rövidlátó és felelőtlen javaslatát a globális minimumadó elutasításáról. Köszönöm.